éjszakát szerelmem. Rád gondolok mindig, ha leszel az este. Rád, aki olyan távol vagy.
hazádnak. Rendületlenül légy híve, ó magyar, bölcsődez, s majdan sírod is, mely ápol s eltakar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáink vére folyt, ez, melyhez minden szent nevet egy ezred év csatol. Itt küzdenek honért hős Árpádnak hadai, itt törtek össze rabigát hunyadnak kardjuk. Szabadság! Itten hordozák véres zászlóidat, s elhultanak legjobbjaink a hosszú harcon. Annyi bal szerencse köszön, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem! Él nemzete hazánk, népek hazája nagyvilág, hozzád bátran kiált, egy ezredévi szenvedés kér, éltet vagy halad. Az nem lehet, hogy annyi szint hiába ott a vég, s keserben annyi hűkebel szakadt meg a hodó. Az nem lehet, hogy ész, erős, oly szent akarat, hiába sorvadozzanak egy átok súlyon. Még jönni kell. Még jönni fog egy napkor, mely után buzgó imádság epedes százezrek ajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell a nagyszerű halál, melyben a temetkezés fölött egy ország vérben áll. S a sírtól nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az ember millióinak szemében gyász könnyű. Légy híve, rendületlenül hazádnak, ó magyar. Bölcsődesz, s ha elbukál, antyával ezt adod. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel. Testvéreim, fájdalommal s együttérző szívvel vesszük körül Ilona testvérünk ravatalát. Közös imádságunkkal ajánljuk lelkét Istenünk végtelen irgalmába, és az örök életbe vetett hittel kérjük a Szent Lélek Úristen vigasztalását. Körülvettek engem a halál kínjai, ó Uram, ha te kezedbe ajánlom lelkemet. Az Urat nagyon szeretem, mert imádságom szavát meghallgatta, és kegyesen lehajolt hozzám, valahányszor hozzá kiáltottam. Körülvettek engem a halál kínjai, ó Uram, ha te kezedbe ajánlom lelkemet. A keserűség és fájdalom szorongatott engem, én azonban segítségül hívtam az Úr nevét. Istenem, ments meg az én lelkemet, mert irgalmas az Úr és igaz, könyörül a mi Istenünk. Körülvettek engem a halál kínjai,
Ó, Uram, ha te kezedbe ajánlom lelkemet, én lelkem nyugodjál meg immár, mert az Úr gondot visel reád, mert megszabadított engem a haláltól, szememet a könyhullatástól, és lábam hat az elbotlástól. Körülvettek engem a halál kínjai, ó, Uram, ha te kezedbe ajánlom lelkemet. És így az Úrnak szín előtt járok az élők országában. Hagy Uram örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki. Körülvettek engem a halál kínjai, ó, Uram, ha te kezedbe ajánlom lelkemet. Olvasmány Izajás proféta könyvéből. Profétájától szól az Úr hozzánk. A seregek ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek Sion hegyén. Szent hegyén leveszi a leplet, amely minden népet betakart, és a fátyolt, amely minden nemzetet elborított. Örökre megsemmisíti a halált, Istenünk, az Úr letörli könnyeit minden arcról, lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész földön. Ő, az Úr mondta ezt. Azon alapon majd így beszélnek, íme a mi Istenünk. Benne reméltünk, hogy ő megszabadít minket. Ő az Úr, s mi benne bíztunk. Örüljünk és újongjunk szabadításának. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úr irgalma kísére engem, életemnek minden napján. Az ő házában lakom mindörökké. Az Úr nékem pásztorom, nincs hiányom, semmi jó van. Ő vezet az igazság útján. Az ő házában lakom mindörökké. Zöld előréteken vezet engem, fölnevel szelíd vízek mentén, fölüdíti fáradt lelkem. Az ő házában lakom mindörökké. Járjam bár a halál völgyét, nem félek semmi bajtól, mert te ott vagy vélem. Az ő házában lakom mindörökké. Az Úr irgalma kísér engem, életemnek minden napján. Az ő házában lakom mindörökké. Hallgassuk meg testvéreim élő hittel Krisztus Urunk üzenetét, aki a feltámadás és az élet, s aki az evangélium szavaival erősít minket, vigasztalja lelkünket. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Az utolsó vacsorán Jézus így búcsúzott tanítványaitól. Ne nyugtalankodjék szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, s magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek.
Ekkor Tamás így szólt: Uram, mi nem tudjuk, hogy hová mégy, hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ezek az evangélium igéi. Áldom téged, Krisztus. Irgalmas Istenünk, teremtő mennyei atyánk, amikor szereteted nagyságában megteremtetted az embert, az örök életre, az örök boldogságra teremtetted őt. De sajnos az őszülők letértek a te utadról, és a bűn útjára lépve szent tervedet megrontották. Ennek egyik büntetése volt a halál, és annak fájdalma, mely minden emberre átszármazik, és így most Ilona testvérünkön is érvényesítette hatalmát. De te, Urunk, nem hagytál bennünket a halál hatalmában, már akkor ott a bűnbeeséskor megígérted, hogy aki benned kitart, annak örök életet adsz. Amikor elérkezett az idők teljessége, elküldted a világba egyszülött fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, aki engedelmességből vállalt szenvedésével, kereszthalálával és feltámadásával megnyitotta az utat, mely hozzád örök hazánkba vezet. Így a benned hívő ember életének vége nem reménytelen elmúlás többé. Hisszük, tudjuk, zavartalan nyugalommal, örök boldogsággal vársz bennünket, várod lelkünket, kiket szent képedre és hasonlatosságodra alkottál. Ilona testvérünk is ott hordozta lelkén a te arcod szent vonásait. Kérünk, Urunk, ismert fel ezt, s fogadd el őt magadénak. S ha nem is tudta mindig talán tisztán megőrizni a szent vonásokat, akkor is ragyogtasd föl neki fényedet, utasd meg számára igaz irgalmasságodat. Urunk Istenünk, arra is kérünk, küldd el a szent lelket, küldd el a vigasztalót mindazok mellé, kiknek szíve gyásszal van tele. Juttasd eszükbe, juttasd valamennyiünk eszébe, te minden könnyünket föl tudod szárítani, minden gondunkat el tudod oszlatni, legyen bármi sebe szívünknek, hozzád mennyei orvosunkhoz bátran bizalommal fordulhatunk. Amikor erőtlennek, elesetnek, magányosnak érezzük magunkat, akkor te mellénk állsz, és szereteteddel fölsegítesz minket. Adurunk, még hogyha oly nehéz akkor is, megnyugvással tudjuk fogadni hitünk vigasztalását. Hiszen gondviseléssel jól tudjuk, annyi titkot rejt, mit itt a földi életben emberi szívvel, lélekkel fölfogni alig ha tudunk. De tudjuk, hogy te vagy az út, az igazság s az élet. És az élet maga az örök élet, amelyre hívsz, amelyre vársz bennünket. Addig pedig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, mondta apostolod. Legyen valóban erőnk a hit, kitartásunk a remény, és megnyugvásunk, vigaszunk a szeretet, mely valóban a legnagyobb, mely túlmutat ennek a világnak, ennek a látható valóságnak a határain, és összeköt minket veled, e világot a túlvilággal, élőt a hazatértel. Kérünk, Urunk, jóságodban válts be reménységünket, melyen reméljük, hogy Ilona testvérünk lelke immáron színed szent látását élvezi. Hallgass meg, s fogadd szívesen érte végzett közös imádságunkat Krisztus Urunk által,
ki legyőzve a halált, utat nyitott nekünk az örökké valóság csodálatos országába. Él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen. Testvéreim, amikor az emberi testnek hívő lélekkel megadjuk a végtisztességet, bizalommal kérjük Istent az élet urát, hogy elhunyt testvérünket kiterültlenségben temetünk el, erőben támassza föl, s állítsa őt megdicsőült szentjei sorába. Miután megszabadult a halál gyötrelmeitől, s elnyerte bűnei bocsánatát, irgalmazzon néki az Úr az ítélet napján. Fogadja őt szeretetébe a mennyei Atya, vegye vállára, mint hazatért bárányát Jézus a jó pásztor, és a Szentlélek örök szeretetében örvendjen az el nem múló boldogságnak és a szentek társaságának. Ments meg engem, Uram, az örök haláltól, amár rettenetes napon minden bajtól. Midőn az ég és föld meg fognak indulni, s eljössz a világot lángokban ítélni. Örök nyugodalmat adj, Uram, neki, örök világosság fényeskedjék neki, hogy szent trónod körül ő udvarolhasson, s téged boldogító örökké állhasson. Emlékeztessen a szentelt víz keresztségünkre is Krisztusra, aki szenvedésével, kereszthalálával és feltámadásával megváltott minket. Legyen ez a tömén a tisztelet jele a megkeresztelt ember teste iránt, melyet a szentségek a Szentlélek élő templomává avattak. Könyörögjünk el hunyt testvérünket, ami Urunkhoz, Jézus Krisztushoz. Urunk, aki megsirattad az elhunyt Lázárt, töröld le könnyeinket, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Aki hallottakat életre támasztottál, ajándékozz meg testvérünket is az örök élettel, hallgass meg, Urunk! Érint téged, hallgass meg minket! Aki a bűnbánóknak megígérted a mennyországot, vedes testvérünket az örök boldogságra, hallgass meg, Urunk! Érint téged, hallgass meg minket! Aki elhunyt testvérünket, megtisztítottad a keresztség vizében, fogadd őt szentjeid és választottaid közé, hallgass meg, Urunk! Érint téged, hallgass meg minket! Minket pedig, akik testvérünk elvesztésén szomorkodunk,
erősíts meg a hit vigasztalásával és az örök élet reményével. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Most pedig imádkozzunk együtt azzal a szent imádsággal, melyet a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanultunk, mint legszentebb példáját minden imádságnak. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Urunk Istenünk, irgalmadban járjuk Ilona nővérünket, kinek lelke elköltözött ebből a világból. Emberi gyarlóságból elkövetett bűneit töröld el jóságosan, s bocsásd őt szent színed látására, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Jézus világ megváltója, üdvözl légy életadója, megfeszített Isten fia, szent keresztet szívem hívja. Jézus ad, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Jézusom, ha jön a végnap, ismerj engem magadénak. Homlokomon piros véred, tiéd vagyok, úgy ítélj meg. Jézusod, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Drága Ilona asszony, kedves gyászoló család, tisztelt Lezsák Sándor alelnök úr, megjelent kedves magasrangú vendégeink, tisztelt polgármester asszony, Kenderesváros vezetői, kedves nagytiszteletű asszony, tisztelt plébános úr, emlékező gyászoló gyülekezet. Szomorú nap ez a mai, nehéz megszólalnom. Íme elérkezett kedves Ilona asszonyunk által az utóbbi időben gyakran emlegetett távozás ideje. Többször is hallottuk tőle, öreg vagyok már, mennem kellene, de úgy látszik a teremtő szerint még szükség van itt rám, még sok mindent el kell mondanom. Utoljára az elmúlt őszön, pesti lakásában, Koltai Gábor kamerája előtt mondott el nagyon fontos dolgokat. Reméljük, hamarosan láthatjuk. Itt létekor többször utaztunk vidékre, ide Kenderesre is, és ez alatt olyan történelem órákon vehettem részt, melyek életre szólóak. Hiteles ember volt. Nem csak becsületessége, igazság szeretete, egyenes jelleme okán, hanem azért is, mert Horthy Miklós kormányzó úr közelében, sőt munkatársaként élt így, mondhatnak akármit a hamisságot hirdető történészek, a háborús éveknek, történéseknek és a várbeli eseményeknek kapcsán ő igaz, hiteles, megkérdőjelezhetetlen tanú. A kommunistákat nem tartotta sokra, melyre azok múltja, a 45 utáni erőszakos hatalom megszerzésük és annak még erőszakosabb megtartása, valamint a Horthy család számkivetettsége elég okot szolgáltatott. Finom volt, udvarias, és olyan, ahogyan azt egyszer Fóton Károlyi László gróf úr kedves felesége Erzsébet asszony szépen megfogalmazta. Szerény arisztokrata. Mert az igazi arisztokrata mindig szerény, aki gyermekeit előbb szolgálni tanítja meg, és utána parancsolni. Amint tudják vagy nem tudják, 8 nyelven beszélt Ilona asszony.
Utolsó évei sok programmal voltak telve idehaza is. Volt mit bepótolnia. Mérhetetlenül szeretett, és mérhetetlenül sokan szerették. A megemlékezések, konferenciák, könyvbemutatók, előadások, film és tévészereplések ebben a korban fizikailag hatalmas terhet jelentettek ennek a lélekben, viszont elképesztően erős, törékeny kisasszonynak. 2012-ben a Honvédelmi Minisztérium, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint társaságunk szervezésében konferencián emlékeztünk az orosz fronton hősi halált halt férjére, Horthy István repülőfőhadnagy, kormányzó helyettes úrra. Ilona asszony fiatal korában kiváló sportrepülő volt, de helikopterre életében először itt, Budapesten volt alkalma felszállni. Megjegyezte, kár, hogy ennek vezetését már nem tanulhatom meg. Az igazi csoda, a feledhetetlen élmény számára és számunkra is, akik tanúi lehettünk, hogy szintén Budaörsről felemelkedve a 70 évvel korábbi emlékeket felidéző cimbora vitorlázógépről tekinthetett végig szeretett Budapestjén. 2 éve, amikor itt Kenderesen Szentgyörgyi Dezsővel óvatosan felvetettük neki, hogy sok-sok év után ismét lenne alkalom egy kis vitorlázásra, gondolkodás nélkül válaszolt. Jó, de nincs itt a pilóta igazolványom. Mindhárman jót nevettünk, ekkor 94 éves volt. Néhány nap múlva Budaörsön beültettük a gép orrába, arra a szűkös kis helyre, mögötte Révi László pilóta foglalt helyet, és a vitorlázót egy motoros felhúzta. 25-30 perc múlva a gép szépen földre ereszkedett. Miközben kisegítettem a gépből, megkérdeztem, nem tetszik rosszul lenni? Mire ő? Én? Mitől lennék rosszul? Tudja, Sándor, ez az igazi repülés, ez az igazi látvány, az igazi élvezet, amikor arcomba fúj a szél. A nagy gépek csak csukott ajtókkal, ablakokkal közlekedő autóbuszok. Őszi esemény volt szintén. Dr. Kovács Vilmos ezredes úr, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka fogadta őt, és vezette körbe az intézményben, mely látogatás érzékenyen érintette. A régi már-már feledett háborús emlékek visszatértek, de azért köszönte a lehetőséget. Pár nap múlva itt a szomszédban, a szolnoki repülőbázison Lamos Imre tábornok úr parancsnok vendégei voltunk. Ez a látogatás is felkavaró, ugyanakkor emlékezetes volt számára. Mindezek tetézéseként pedig a Stefánia palotában a Magyar Légierő zenekara adott koncertet a tiszteletére. A két világháború közötti indulók dalok szintén kedves emlékeket idéztek fel a főméltóságú asszonyban. Lelkiismeretünk nyugodt lehet. A sok mellőzés és megaláztatás után gondosan, szeretettel szervezett programokkal igyekeztünk őt némileg kárpótolni. Az újjáépülő Magyarország Hende Csaba honvédelmi miniszter úr által hivatalosan is megtisztelte őt. Erre szégyen kimondani 70 éven át nem volt példa. A közel 1000 tagot számláló Horthy Miklós Társaság a Horthy családot és a Horthy kort tisztelők 100 000-nek nevében mondom, fáj a szívünk, de Istennek hálát adunk, hogy ilyen sokáig engedte őt velünk lenni. Kedves, drága Ilona asszony, búcsúzunk. Köszönjük példamutató hűségét, munkáját, kitartását, bátorságát, hazája iránti mérhetetlen szeretetét. Összegzésül csak ennyit, nem élt hiába. Áldja meg Isten halókoraiban, áldja meg emlékét is. Tisztelt gyászoló család, végtisztességre egybegyűltek. Fájdalmas kötelességet mért rám a sors. Búcsú szavakat kell mondanom Horthy István, kormányzó helyettes özvegye,
gróf Edelsheim Gyula Ilona ravatalánál. 2013. április 18-án a katolikus templom lélekharangja adta hírül városunk valamennyi lakójának, hogy Ilona asszony visszaadta lelkét teremtőjének. A városházán és középületeinken fekete lobogók jelzik a gyászt. Megható a részvét és szeretet, ami itt, ezekben az órákban is megmutatkozik. Az utolsó hiteles történelmi személyiség távozott el közülünk, aki a két világháború közötti korszak eseményeit és tapasztalatait átadta a jelenkor számára. Becsület és kötelesség című könyve egy őszinte, tiszteletre méltó személyiség vallomása. Elvitathatatlan történelmi szerepe volt abban, hogy kormányzó úr és családtagjai földi maradványai magyar földbe nyugodhatnak. Az újratemetés óta évente látogatott el Kenderesre, ahol nagy szeretettel és tisztelettel fogadtuk őt. Személyes élményeit hallgatva csodáltuk bölcsességét, a belőle áradó szeretetet, az emberek iránti tiszteletét. Az itt töltött napjai számunkra ünnepnapok voltak, és felejthetetlen élményt nyújtottak. A kenderesi látogatások láthatóan örömet és feltöltődést jelentettek számára is. Szívesen fogadta az ismerősöket, barátokat, a hozzá közel állókat. Kivételes, nem mindennapi embert ismertem meg személyében. Kapcsolatunk személyes volt, mely 20 évre tekint vissza. Találkozásaink alkalmával újra és újra magával ragadott személyisége, hitelessége, szeretete és rendíthetetlen hite. Utolsó találkozásunk 2 éve volt. A tőle szokott módon mesélt, és tudtunkra adta, hogy már fáradt. Valamennyünk szemébe nézett, és mosolyogva azt mondta, nagyon szeretnélek már benneteket föntről nézni. A családi kriptába kilátogatva pedig megjegyezte, hogy nagyon tátong már ez a sír. S mindezeket sugárzó lelki békéjével és az örök életbe betett hitével mondta. Ezért is érezzük azt a búcsúzás perceiben, hogy hiánya pótolhatatlan. Kenderesváros önkormányzata 2009-ben részére díszpolgári címet adományozott, melyet a római katolikus templomban vett át. Valamennyiünk számára felemelő érzés volt ez a bensőséges ünnepség. Most pedig az író szavaival búcsúzom Kenderes város lakossága nevében. Amit tett, gondolt, létrehozott, annak mi is része lettünk. Megsemmisülése után bennünk él tovább. Emléke legyen áldott, a Jóisten vezesse lelkét elhunyt szerettei körébe. Köszönöm Bádár Lászlóné polgármester asszony szép szavait, most pedig kérem Cseh Judit nagy tiszteletű asszonyt, hogy emlékezzék. Áldás békesség mindannyiuknak! Az Úr, ami vigasztalunk és erősségünk életünknek minden idejében. Kedves gyászoló család, és mindazok, akik eljöttetek, hogy végtisztességet tegyetek itt Ilona asszony ravatalánál, és kísérjük el őt utolsó földi útjára. Én itt állva a mikrofon mögött 2 dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik a szomorúság a mi részünkről. Igen, veszítettünk egy embert. Egy olyan embert, aki magában hordozott, és magába sűrített egy gondolatot, egy érzést,
amely a mai világban, mintha már kezdene kiveszni. A könyv, amelyre polgármester asszony is utalt, becsület és kötelesség, de szinte jelszó volt az ő számára. És éppen ezért fájdalmas, hogy elment tőlünk, mert nem lehetünk a közelében. De a másik érzés, amit érzek, a hála. És erről eszembe is jut a Jelenések könyvének egyik igéje. Légy hű, mint halálig, és én neked adom az életnek koronáját. Én Ilona asszonyban mindig ezt a hűséget éreztem. Hűséget ahhoz, aki önmaga volt, hűséget ahhoz a nemességhez, amely sugárzott belőle, ahhoz a bölcsességhez, amelyet szerényen osztott meg mindannyiunkkal, mégis mindig jelen volt velünk. És azt, ahogy el tudott fogadni bennünket. A magyarságot, mint nemzetet tekintette, és hű volt hozzá, mint halálig. Pedig mi hány évtizeden keresztül tagadtuk, és nem fogadtuk őt. És még ma is vannak, szomorú szívvel kell kimondani, igen, ma is vannak olyanok, akik nem fogadják el az ő személyét és az ő családja által képviselt értékeket, erényeket. Hűségéhez hozzátartozott az, hogy a kormányzónak életét tisztán előmutassa és megmutassa mindannyiunknak. Örökséget hagyott ezzel mi nekünk. Örökséget, ami arról szól, hogy én elmentem, de most már ti következtek. Vegyétek át tőlem azt a lehetőséget, amelyet megkaptok. Vegyétek át tőlem azt a stafétabotot, amelyet valakinek fel kell venni. Igen, itt Magyarországon is, a magyar nemzetben is, a szívekben, amelyek még mindig acsarkodnak egymásra, hiszen olyan sokszor imádkozott azért, hogy találjunk már végre haza, haza magunkba, magyarságunkba, a nemzetnek ahhoz a lelkületéhez, amely nem egymás ellen fordul, nem pártokra osztik, hanem tud gondolkozni úgy, ahogyan azt a kormányzó is megálmodta mindannyiunk számára. Becsület és kötelesség mindenek előtt. Becsület és kötelesség mindannyiunk számára. Hagyatékez, amely hatalmas teher. Hagyatékez Kenderes városa számára is. Hiszen hihetetlen, hogy éveken keresztül hűséggel járt ide, és azt mondta, hogy hazajön. Járt ide a már oszladozó Horthy kastélyba, amely még a mai napig is csak kollégiumként funkcionál. Nem szabad már neki így lennie. Kellene felvállalni, fel kell tudnunk vállalni azt az örökséget, amit kaptunk ingyen, így a kezünkbe. És mindig azt nem tudjuk értékelni, amit ingyen kapunk. Pedig hatalmas ajándék ez. Nem kért mást, egy szobát, azt megkaptam. És az itteniek szeretetét, akik felnéztek rá, akik szívesen voltak közelébe. És Istennek adok hálát, hogy egy lehettem közülük én is, mert közelében megtanultam, egy nő lehet szerény és erős. Erős úgy, hogy szembenéz mindazzal, amiről nekünk fogalmunk sincsen, hogy 95 esztendőn keresztül mit élt át. Lehet erős úgy valaki, hogy a teste már egyre inkább gyengül. Pál apostol így szólt. A lélek kész, de a test erőtlen. Láttuk, ahogy évről évre egyre gyengébbé válik, de mégis sugárzott belőle a nemesség, sugárzott belőle a bölcsesség. És ezért mondom, legyünk hálásak. Legyünk hálásak Istennek, hogy megtartotta 95 esztendeig, hogy volt esélye arra, amiről ő maga mondta, nem hitte, hogy megéri. Hogy visszatérhet ide, a felszabadult Magyarországra. Hát felszabadult Magyarországként kellene viselkednünk. Megőrizni mindazt, amit ő is, és mások is
így bátran képviseltek. És hogyha csak egyetlen imádság lenne is az, amit én itt most elmondok, akkor az ennyi lenne. Köszönöm, Istenem. Köszönöm, hogy volt közöttünk egy ember, egy asszony, aki irányt mutatott. Köszönöm a létezését. És tudom, hogy a halálával ennek a létezésnek nincsen vége. Ámen. Most a lónák nyár tüzébe ring a déli báb, tüzek gyúlnak vakít a fény, ragyog a világ. Zomba karma én, élik már a bor, valamennyi fél a kátba megyosztod szokor. Zöld olaj a fás, egy sejben téged is hatom. Csendes éjjel halkan felsír az tisztelettel megkér az országgyűlés alelnökét, hogy emlékezzék Ilona asszonyunkra. Horthy István úr, tisztelt Horthy család, kedves Fazekas Sándor miniszter úr, Már Dalmasszony, Antal Józsefné Klárika, és Boros Péter, egykori miniszterelnök úr. Tisztelt plébános úr, nagy tiszteletű asszony, kedves polgármester asszony, gyászoló gyülekezet, kenderesiek. Tegnap Budapesten az ősi belvárosi főplébánia templomban Szent Gellért püspöknek, Szent László királyunk és Árpádházi Szent Erzsébet erekjeinek erőterében, ma pedig itt Kenderesen, a családi otthonban, a szeretett Kenderesen, imádsággal, szeretettel köszönjük meg Ilona asszony evilági földi vándorútjának 95 esztendejét. Osztozunk a Horthy család, a rokonság és minden magyar gyászában, akik ismerték, fölismerték és becsülték Ilona asszony élethivatását, hűségét családhoz, történelmi hazájához. Élete és magatartása példázata annak a szerény,
de annál álhatatosabban képviselt asszonyi áldozat és feladatvállalásnak, amely nélkül üvesebb lenne az élet, üvesebb lenne a történelem. Rolf Edelsheim Gyulai Ilona az osztrák-magyar vezető rétegéből származó családban született, ahol az egymással köteléket kereső, többféle nyelvű és többféle felekezethez tartozó családok tagjai magától értetődően már fiatalon több nyelven beszéltek, több nemzet kultúráját szívták magukba, és természetesnek, emberségesnek tartották a vallási türelmet. Ilona asszony német származású dédapja, Leopold Wilhelm von Edelsheim vezérőrnagy, a három városból egyesülő új főváros Budapest katonai parancsnoka volt. Jó kapcsolatot ápolt a szintén katonai pályán közismert rokon Gyulai családdal, és ő fölvette a Gyulai nevet. Ilona asszony nagyapja és édesapja Johanita volt, Johanita lovag, édesanyja a Horváth Bán lánya, anyai nagyanyja pedig a kurucérzelmű vajai vaj család szülötte. Gróf Edelsheim Gyulai Ilona még a trianoni országszabdalás előtti Magyarországon 1918. január 14-én látta meg a napvilágot, és életének 96. esztendejében, 2013. április 18-án kora hajnalban csöndesen elaludt. Óriási békében hagyta el a földi világot, mondja az utolsó napokról, órákról fia, Horthy István. Ilona asszony e világ élete tele volt fordulatokkal, napsugaras boldog pillanatokkal és drámai történésekkel. A Nyitra melletti családi birtokon gondtalan gyermekévek, de ezt követően pedig a történelem sodrába kerül. 1940-ben a mesébe illő csodálatos szerelem és beteljesülés Magyarország kormányzójának fiával, a kormányzó helyettes Horthy Istvánnal. A következő esztendőben megszületett szerelmi gyümölcse ifjú Horthy István, és Ilona asszony lelki alkatának és asszonyi feladatának megfelelően a keleti fronton vöröskeresztes ápolónőként teljesít szolgálatot, és eközben 1942. augusztus 20-án Szent István napjának ünnepén kapta a tragikus hírt, férje hősi halált halt közvetlenül a felszállás után repülőgépével felrobbant a levegőben. Ilona asszony ekkor 24 esztendős és elrendelt sorsa helyére lépett. Nem hajlandó fogadni Hitler személyes részvét nyilvánítását, és ez az érett, megbízható személyiség alkalmassá lesz arra is, hogy Horthy Miklós kormányzó mellett cselekvően részt vállaljon a zsidómentés és a kiugrási kísérlet kockázatos részfeladataiból. Aki figyelmesen elolvassa a háborús éveket megidéző, a Horthy Miklós kormányzó körüli történéseket leíró Becsület és kötelesség című könyvet, ha az ott leírtakat szembesíti hitelesnek tekintett forrásokkal, akkor nem talál ellenmondásokat. Gróf Edelsheim Gyulai Ilona könyve a koronatanú objektív emlékirata. Jellemző rá, hogy könyvet címén a Horthy család hitvallásának is beillő jelmondatát választotta. Becsület és kötelesség. Részben válaszolni akart ezzel a könyvvel több mint 800 oldalon azoknak is, akik politikai indítatásból, személyes gyűlöletből vagy történelmi tudatlanságból ítélték el Horthy Miklós kormányzó politikáját, a Horthy rendszert, anélkül, hogy figyelembe vették volna a kort és Magyarország valóságos helyzetét, amelyben kormányoznia kellett. Ilona asszony a háború után a száműzetés körülményei között a család elhelyezkedésében hasznosítja magát fáradhatatlanul,
hogy végül letelepedhessenek Portugáliában, Estorilban, ahol a Horthy családot szeretettel fogadják, és ahol a család, bár kirekesztve, a hűséggel szolgált hazából otthonra lehet. Békés és nyugalmasabb évek következnek a Horthy család életében, de Ilona asszony számára másféle próbatétel évei ezek. A hűség vezérelte évek jönnek. Bár nem zárkózik el a világtól, férhez megy másodszor is, de változatlan hűséggel vállalja és teljesíti Horthy István emlékeinek őrzését, és marad az, aki volt, Horthy István kormányzó helyettes özvegye. Erősen kötődik a Horthy családhoz, apósához, anyósához, mindenek előtt a kormányzóhoz, az államférfi eszméjéhez, gondolataihoz. Ott volt apósa mellett 1956 reményteli októberében, átélte örömét és bizakodását, hogy magyar hazája végre felszabadulhat, kivívja a szabadságát. Ott volt mellette, és átélte Magyarország egykori kormányzójának végtelen, halálba vívő szomorúságát a forradalom és a szabadságharc bukása miatt. Ilona asszony volt az, aki később, amikor már lehetett, 1993-ban teljesítette Horthy Miklós kormányzó vígakövetet, hogy hazai földön, itt, kenderesen helyezzék végső nyugalomba. Gróf Edelsheim Gyula Ilona Horthy István kormányzó helyettes özvegyének koporsója mellett ki kell mondanom, hogy tisztelet és megbecsülés és köszönet jár mindazoknak, akik múlhatatlan érdemeket szereztek annak érdekében, hogy filmek, interjúk, könyvek, fényképek őrizzék Ilona asszony történelmi emlékét, emlékezéseit, gondolatait. Tisztelet és megbecsülés és köszönet a Horthy Miklós Társaságot alapító korábbi és mai vezetőinek, szervezőinek, akik az elmúlt évtizedben a fenyegetettség és a hazugságok ellenére bátran őrizték és védelmezték Magyarország egykori kormányzójának, családjának emléke. Tisztelet és megbecsülés és köszönet Kenderes város volt és mai vezetőinek, az itt élőknek és mindazoknak, akik ide ma elzarándokoltak, és mindazoknak, akik szerte a történelmi hazában, a nagyvilágban, gondolatban, a búcsú óráiban most velünk vannak. A harang kondulásával vízhangozzon bennünk Ilona asszony fiának mondata. Óriási békében hagyta el a földi világot. És ezt a békességet szolgálta Ilona asszony akkor is, amikor előszót írt egy a magyar-orosz megbékélés szolgáló nemrégen megjelent könyvhöz. Natalja Nikitjana Hazatérek hozzá című regényéről beszélek. Itt van közöttünk az írónő, aki megírta az orosz fronton a II. Világháborúban lezuhant magyar pilóta életét, és ezt az életet gondolta tovább. És ez a könyv, és ez az előszó, amit Ilona asszony megfogalmazott, hozzájárul ahhoz, hogy remélhetőleg a közeljövőben Oroszországban, Belgorád megyében, Alekszejevka kis faluban, ahol lezuhant és ősi halált halt a kormányzó helyettes emlékmű hirdesse a megbékélést. Nagy jelen volt Horthy Istvánné, Ilona asszony, az igazi sorsvállaló asszonyok közül való. Nemes, szép életet élt, és ő is most íme Kenderesre tér haza. Jelképesen vállalva a közösséget, azzal a Horthy családdal, amellyel oly bátran összekötötte a sorsát. Megőrizzük az életsors példázatát. Ilona asszony arcának, tekintetének ragyogását, külső és belső szépségét, emlékező mondatainak sejmes sodrását, és őrizze meg emlékezetét
a sebeket, fájdalmakat gyógyító történelmi idő. Őrizzük meg Ilona asszonyt mindenkor, magyar idő szerint. Isten vele, Isten velünk. Kedves, tisztelt vendégeim, kedves testvéreim! Nagyon meg vagyok hatva, hogy ilyen sokan eljöttetek édesanyámat búcsúztatni. Számomra ez egy esély arra, hogy köszönetet mondjak, amiért ilyen csodálatos anyám volt. Vannak, akik úgy gondolják, hogy mi választjuk a szüleinket. Én nem emlékszem arra, hogy ezt tettem volna, és abban sem vagyok biztos, hogy ez így igaz. De egészen biztos, hogy apám őt választotta, és ezért örökké hálás leszek neki. Én elvesztettem az apámat, mielőtt megismerhettem volna, így az édesanyám lett az apám. Ő soha nem sürgölődött körülöttem, ahogy az anyák néha teszik, hanem mindig arra biztatott, hogy álljak a saját lábamon, és tegyem magasra a mércét. Mindig támogatott abban, amit csinálni akartam. Édesanyám tettre kész volt, mindenek fölött hitt az igazságban, és nagyon szerette az embereket. Az öregkort rendkívül frusztrálónak érezte, mert már nem tudta követni a beszélgetéseket. Ez jó, hogy van egy szellő is. És nem emlékezett arra, amit mondtak neki. Valahányszor a halált említette, de el sem tudtam képzelni, hogy hogyan halhatna meg, hiszen mindig olyan erős volt. De amikor eljött az ideje, nagyon békésen halt meg, 2 napi betegség után, 3 generáció jelenlétében. Soha sem álmodtam az apámmal, de 3 nappal azelőtt, hogy édesanyám meghalt, volt egy nagyon élénk, nagyon valóságosnak tűnő álmom, amelyben visszajött apám, és a kis repülőgépével leszállt a kertünkben. Nem egy könnyű manőver. Csak később értettem meg, hogy ő érte jött. Nagyon-nagyon sok megható együttérzést kaptam a veszteségemben és szomorúságomban. Kicsit rossz a lelkiismeretem emiatt, mert egy sebb szomorúságot nem érzek. Még csak nem is hiányzik, mert tudom, hogy itt van velünk, még közelebb, mint ez az előtt. A halála pillanatától kezdve tele vagyok derűvel és egy mélységes békeérzéssel, amit eddig sohasem tapasztaltam. Talán ízelítőt kapok abból, amit most ő érez. Édesanyámnak nagyon mély volt az Istenbe és az ő hatalmába vetett hite. Meg volt győződve róla, hogy van örök lét, ami nem függ a fizikai testünktől. Mélyen elkötelezett volt a katolikus hit és az iszlám iránt. De Isten jelenléte az életében a szubud lelki gyakorlat által teljesedett ki, amit ő 55 évig követett. Édesanyám igazán szerette Magyarországot. Sokat imádkozott, hogy a magyarok egy nap fogjanak össze, és tanulják meg szeretni és tisztelni egymást. Hogy a megbocsátáson keresztül oldódjanak meg a múlt mély traumái.
Nem érdekelték őt az ideológiák, az emberek érdekelték. Amikor édesanyám a kórházban volt, néhány órával a halála előtt, az egyik ápolónő megkérdezte tőle, van valami, amit szeretne? Tiszta és erős hangon, egy leheletnyi türelmetlenséggel a hangjában így válaszolt, egy világos utat akarok. Kérlek, hogy csatlakozzatok hozzám egy imádságban, hogy a mindenható Isten bocsássa meg a bűneit, és adjon neki egy tiszta és jól megvilágított utat vissza Istenhez. Mielőtt befejezek, meg akarom köszönni mindazoknak, akik ezt a nagyon szép szertartást, a pesti megemlékezést tegnap, és az összes munkát elvégezték, hogy ilyen jól ment minden, és ilyen szépen tudjuk a mamát elbúcsúztatni. Először is a Kocsi Sándor úrnak szeretnék megköszönni, és az ő kis bizottságának, akik ezt a munkát elvégezték, Koltai Gábor, Horti Éva, Kovács György, Csukás Ferenc és Bodor Tamás. Azokon kívül nagyon köszönöm Pádár Lászlónénak, dr. Gasparian Kászárnak, és a kenderesi polgárőrség, rendőrség és a kenderesi köztisztviselők és a közalkalmazottaknak. Szeretném szintén megköszönni a Borostyán temetkezési vállalat munkatársainak és az Antea temetkezési vállalatnak Budapesten. Azon kívül Palotás Krisztina, Lencsés István, Kálmán János és Franyó Attila, akik a rendezők voltak, és a Nagykun Huszár Bandériumnak és a Rákóczi Néptánc Együttesnek a szép bemutatását. Nagyon köszönöm. Mi atyád? Ki vagy a mennyekben? Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, s bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Yeah.
a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Testvéreim, mivel kísérjük most Ilona testvérünket utolsó útján nyugvó helyére. Útközben imádságunk szavával ajánljuk lelkét Istenünk végtelen irgalmába és kegyelmébe. Amen. Kedves emlékezők, a Horthy család nevében mondok mindenkinek hálás köszönetet azért, hogy ezen a szomorú napon eljöttek Ilona asszony előtt fejet hajtani, tiszteletet tenni. Sokunk véleménye szerint özvegy Horthy Istvánné gróf Édelsheim Gyulai Ilona főméltóságú asszony halálával most zárul le az a kor, amit Horthy korszaknak hívunk, melyet a gyűlölködők és történelem hamisítók munkálkodása ellenére is igenis sikeresnek tartunk. Nem túlzás egyik jeles történészünk megállapítása, ha Horthy Miklós kormányzó úr nincs, ma nem beszélünk magyarul. Itt gondoljunk a határon túli magyaroknak, magyarnak maradás mai küzdelmeire. És teszem hozzá, az ország sikeres fejlődése nem torpan meg évtizedekre, hanem bizonyára folytatódik, ha a kormányzó úr fia, Horthy István életben marad. De a történelem ura másként döntött, el kell fogadnunk. Köszönetet mondok a család szervezőrendető társam Koltai Gábor és a magam nevében is Pádár Lászlóné polgármester asszonynak, Bodor Tamás múzeumigazgató úrnak, a búcsúztatás szervező bizottság fáradhatatlan tagjának, dr. Gaspárián Karen jegyző úrnak, Cseh Judit nagy tiszteletű asszonynak, és Mészáros Ferenc plébános úrnak, akik sokat dolgoztak, akikkel szorosan együttműködtünk azért, hogy itt Ilona asszony által oly nagyon szeretett kenderesen is méltóképpen búcsúzhassunk a főméltóságú asszonytól. Köszönet illeti a korábbi két polgármester urat, Baranyi Mihályt és Bogdán Pétert is, akik az elmúlt két évtizedben hűséggel, odaadással szolgálták a kormányzó úr, a Horthy család és a Horthy kor emlékét. Feladatuk, munkájuk, munkánk ezután sem lesz kevesebb. Itt is megköszönöm nagy tisztelettel Wittner Máriának, aki mintegy szemfedőül ezt a gyönyörű, koporsót takaró nemzeti színű zászlót készítette és adományozta. Mi Isten kegyelméből még élők, akik tiszteljük és becsüljük azt a nemzetmentő munkát, melyel Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó országunkat a végpusztulástól megmentette, már most készülődünk egy következő alkalomra, amikor is itt Kenderesen, a 20 év előtti temetésre, a kormányzó és családtagjai végső hazatértére fogunk emlékezni. Ugyanekkor helyezzük el kedves Ilona asszonyunk sírjára a márványtáblát is. Ez az ünnepélyes megemlékezés, melyre már most mindenkit hívok tisztelettel, szeretettel, ez év szeptember 1-én lesz. Tisztelt gyászoló gyülekezet, most pedig tájékoztatom önöket a búcsúzás további terveivel kapcsolatban, perceivel kapcsolatban. Bye.
És utatszol, hogy tudjanak elmenni, a kocsi mellett mennek el. Igen, légy szíves, hogy kocsi mellett mennek el. Tiszteleg! Thank you.
Le! Békességben nyugodjék mindaddig, amíg majd életet eltör a feltámadás napján, hiszen te vagyunk a feltámadás és az élet. Engedd, hogy a mennyei örökvilágosságot a te tündöklő arcodon lássa meg, aki élsz és uralkodol minden ösztönerettéig. Elhúny testvérünk a keresztíz által a Krisztushoz kapcsolódott a mulandó föld életreire. Megváltunk jósága engedjen, hogy dicsőséges feltámadására is részesüljön az utolsó. Ezen a tömélet is szeretjele a megkeresztelt ember teste iránt, melyet a szentséget és a szentséget a szent élet élő templomává hallotta. Thank you.
után a sírhelybe zárás a következő. Így a mostani alkalommal nincs lehetőség arra, hogy a sírok együtt leolvassák közeletüket. A méltóság és a tisztelet miatt ez alkalommal kertet is zárva tartjuk. A későn jövők figyelmét, vagy jöttek figyelmét felhívom, hogy itt két oldalt a bal és jobb kezem felől vagy a kerítésre vagy előtte elhelyezheti virágaikat, és a polgármester asszony gondoskodik méltó elhelyezésére. Köszönöm, hogy megjelentek, hogy gyászolóban a család gyászára osztoztak. Szeptember 1-én találkozunk, még egyszer köszönöm. Köszönöm mindenkit, Isten áldja őt. Boldog asszony anyám, régi nagy pátrónám, nagy ízségben lévén, így szól itt meghallgatán. Magyarországról, édes szépen. Csak azt akartam hozzátenni a hosszú listámról előbb kimaradt a legfontosabb a Tengerészeti Egyesületnek, meg akarom köszönni a sok szolgálatát és mindazt, amit csináltak már több mint 20 éve, hogy a nagyapámat el tudtuk helyezni, és már a mai napig. Aztán meg szeretném köszönni Mészáros atyának a gyönyörű szertartást, és Cseh Judit lelkész asszonynak a szép szavait, hogy mindig szívünket megérinti. Mindenkinek egy nagy köszönetet, hogy eljöttetek, és megosztottátok a mi elbúcsúzásunkat. Köszönöm szépen! Viszont látom!
Gyere, 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 g